Kezdjük azzal, hogy ez a madarak és fák napja egy orbitális nagy baromság. Majd mesztelen fotókra fogok reagálni, ti kértétek. És ezen kívül szerettem volna, ha másról is szó esik, de lényegében minden adástervemet keresztül húzott az, hogy megtudtam, hogy egy bányavállalkozó szemet vetett a földemre, és nem tudom, mi lesz. Az biztos, hogy ez a három téma lesz a mai adásban, mert hogy ez már nem a... Ki kéne találni valami új nevet, ilyen RBLC magazin, vagy vlog, nem tudom, írjátok meg. Na jó, madarak és fák napja rovat. Kezdjük a történelemmel, mert abban szuper vagyok. 1902. Összeült egy rakat ország Párizsban, hogy elfogadjanak egy nemzetközi egyezményt a madarak védelméről. És ha azt hiszed, hogy a madarak védelméről, ne. A mezőgazdaságban hasznos madarak védelméről. Oké, ez is több, mint a semmi, de nagyon vicces így mai szemmel olvasgatni az egyezmény kihirdető 1906. évi első törvénycikket. Berakom a linket, nem hosszú és tök jó, már csak a nyelvezete miatt is. A mezőgazdaságban hasznos madarak, különösen a rovarevők és név szerint azok a madarak, amelyek a jelen egyezményhez csatolt első számú jegyzékben felsorolvák, feltétlen védelmet fognak élvezni, olyképpen, hogy azokat bármely időszakban vagy bármely módon megölni, valamint fészkeiket, tojásaikat és költéseiket elpusztítani tilos lesz. Kivéve, ha a fészket épületbe vagy udvaron rakták, akkor lehet, ja meg a bíbicek meg sirályok tojásait, csak nyugodtan. Meg persze kertekben és szőlőkben továbbra is kilőheted őket, mert ezek a mezőgazdaságban hasznos madarak néha azért károsak. Meg van még egy sor kivétel, de ami igazán tetszik, hogy a hasznos madarak melléklete után ott van egy káros madarak melléklet is, olyanokkal, mint sasok, solymok, héják, fülesbaglyok, meg lényegében az összes olyan faj, amiért most a Magyar Madártani Egyesület nem győz kapálózni, hogy ne, kérlek, ne öljétek meg őket, mert ezek tök hasznosak. A 30-as években aztán a madárvédő hevülethez duzzadó szűjükre ölelték a fákat is. Más országokban külön-külön irányítják a figyelmet a két témára, de mi ezt összevontuk, mert A. hatékonyak vagyunk. B. Az ökológiában minden mindennel összefügg. C. megúszósban játszunk. Írjátok meg ti, mivel ünnepeltétek a madarak és fák napját. Én azzal, hogy hajnalban levittem Kumit sétálni, hallgattam a parkban a csicsergést, úgyhogy madarazást kimaxoltam, és mivel voltam olyan hülye, hogy egy szál pólóban mentem le korán reggel, fáztam is. És hogy miért kamu a madarak és fák napja? Hát egyrészt, mert rendszertani értelemben nincs olyan, hogy fa. Persze fák léteznek, és a Rankier vagy az újvárosi féle életforma osztályozással szivatják is rendesen a növénytanvizsgákon a hallgatókat, de a fa, mint olyan, az eléggé egy gumikategória fászárú évelőkre, amik elérnek egy bizonyos magasságot, és felvesznek egy olyan fa habitust. Szóval ilyen nesze semmi fog meg jól. És ha már rendszertani és filogenetikai alapon közelítjük meg a kérdést, a madarak is voltak éppen csak dinoszauruszok. Úgyhogy ime egy cuki videó arról, ahogy frissen kikelt brontosaurus fiókák rohannak az anyjuk hívó trillázására. Hát nem tudom, én ezen a Twitter videón teljesen kikészültem a héten. Olyannyira, hogy egy pillanatra még azt is feledtette velem, hogy egy bányaterek veszélyezteti a friss fügő ültetvényemet. Kártalanítás, ide vagy oda, lényegében ki leszek semmizve. Na jó, a nyígást hagyom a végére, néha azért kell komoly dolgokról is beszélni, de nézzük előtte a mesztelen fotókat, mert hogy kértétek. Pőre kertészek rovat. Minden év május első szombatján van a mesztelen kertészkedés világnapja. Erről korábban csináltam egy teljes videót is, és azt is láthatnátok, hogy természetesen nem csak a szám jár, hanem részt veszek benne minden évben én is. Volt persze kommentelő, aki szerint így csinál hülyét magából az ember, de hát nem tudom. Van, aki a neten próbál meggyőzni másokat arról, hogy hibás a világnézetük, van, aki elmegy politikusnak, és vagy konspiráció elméleteket kezd terjeszgetni, én meg időnként csinálok vicces képeket. És nem csak én, hanem nagyon sokan. Egy eleve túl erotizált világban nem hiszem, hogy egy ízlésesen vagy viccesen megkomponált kép annyira borzolná a kedélyeket. Pláne, hogy egy úszodában is kb. Ugyanennyit látsz a másikból. Így meg lehet egy kicsit nem véresen komolyan venni mindent állandóan. Na, nézzük az idei felhozatalt a WNGD hashtag alatt Instagramon. Jól látom, legtöbben a klasszikus magam elé tartok egy szerszámot, vagy bebújok valami növény mögé technikát alkalmazták. Ez jó, ez az árnyékos. Ouch.
Tavaly vagy tavaly előtt én is ilyen furikosat csináltam, de ez tök jó meg van komponálva, és tetszik. Tudtátok, hogy a rebarbarának csak a levélnyelét célszerű enni, mert a levél lemezben nagyon sok az oxalát, úgyhogy az nem túl kellemes. Mondjuk gondolom nem ez a lényeg a képen. A fiatalember szerintem félreértette a feladatot. Látom, vannak a fontolva haladók. My allotment is next to a children's play park, so dropping my pants isn't really appropriate, especially when you call yourself Uncle Scott. Fel van mentve. Ismét egy már-már klasszikusnak számító furikos változat. Szerintem nézik azért az emberek, hogy mások mit raknak fel, és én nem emlékszem, hogy előttem valaki rakott volna fel néhány évvel ezelőtt ilyen furikosat, úgyhogy merem állítani, hogy ez tőle jön. Jó, annyira nem állítom bátran. Amúgy ez egy tök jó kompozíció, meg ha a teljes sorozatot megnézi az ember, akkor látja, hogy van itt benne fejlődési potenciál. Ó, egy magyar versenyző, a Griffin Grove, vagy Griffin Pagony. Amúgy, ha szerettek lakás- meg kertkultúrás képeket nézegetni, akkor ajánlom az ő Instagram profilját, mert tök jó hangulata van. Már túl ezen a képen is. Kész. Ez az abszolút nyertes. Egyrészt a kutya, másrészt a szöveg. Tökéletes. Úgyhogy itt a csúcson hagyjuk abba, egyébként sem tudom, hogy más szakmák miért nem találnak ilyen napot, tök vicces lenne mondjuk a mesztelen tűzoltók világnapja, vagy az öntőmunkásoké, vagy méhészeké. Na jó, beszéljünk a komoly dolgokról. Jó szerencsét, mi? Rovat. Szóval itt a földbirtok, itt a bányavállalkozó. Inkább tudjátok mit? Inkább kijövök az erkélyemre és megmutatom. Ott a szőlőlugasom alatt van a növényszaporító telepem. Zöldség és dísznövénypalentákkal, nagyobb és kisebb üvegházakkal, növekvő mindenféle növénnyel, és persze vadul gyökerező fügékkel. Most ez utóbbinál döntött úgy, hogy a föld méhelyének kincseit kitermeli egy bányászméh. Értitek, a méh a föld méhének kincseit. Szóval méhelyt ezt észrevettem, azonnal félre raktam minden munkát, előkotortam a makroobjektívet, felállítottam ide a statívot, hogy tudjak nektek csinálni egy felvételt róla, hogy hogyan is bányászik a bányászméh. Viszont most ez alaposan feladta nekem a leckét, mert nem tudom, hogy mi lesz a fügéknek a sorsa, ugyanis nem nagyon szeretném bolygatni a családi életét, illetve meg kéne várni, amíg kirepülnek a fiókái. Most ezt a cserepet el sem merem mozdítani, mert mi van, ha akkor nem fog hazatalálni. Szóval ezek a fügék most egész biztos, hogy itt fognak maradni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a sorsuk. Pont kikapcsoltam a kamerát, amikor bevitt egy levéldarabot magával. Ez tényleg egy fészket épít. Elrepült valamerre, arra gondolom, egy újabb beszerzőkörre, úgyhogy most várok egy kicsit, hát ha visszajön és hoz valami kincset. De tök messzire elrepült. Nem hiszem el, hogy 10 perce itt szobrozok az erkélyen, és egy méhet várok. Nagy elkapja közben valami madár, mert akkor itt maradok bérlő nélkül. És persze most lassítva a videóvágás közben a nagy képernyőn tűnt fel, hogy nagyon szabályos alakú az a levél. Azt nem tudom, hogy a bányászméhek hurcolnak ebben mindenfélét a fészekbe, viszont az biztos, hogy amikor ilyen nagyon szép, szabályos kivágásokat láttok leveleken, azt a szabóméhek csinálják általában. Lehet, hogy a bányászméhek is, ez fogalmam sincs. Ha valaki járatos a rovartannak ebben a szegletében, akkor írja meg odalen, de elképzelhető, hogy nem bányászméhem, hanem szabóméhem van. Ezekről a kivágásokról beszélek itt. Ilyenkor gondolkodom el mindig azokon, akik azt mondják, hogy a kert az unalmas, és ott nem történik soha semmi. Hát dehogy nem, tele van élettel, és mindig folyamatosan változik benne minden. És a legjobb, hogy ehhez nem kell messzire elutazni, hanem elég egy erkély, vagy akár egy ablakpárkány is hozzá, hogy élvezni tud ezeket a kis csodákat. Mondjuk kell hozzá a megfelelő attitűd is, de hát ez van. Na, sziasztok!